Ludovik a Ludovika TV célkeresztben című műsorát látják, köszöntöm nézőinket, és köszöntöm a stúdióban az intézmény rektorát, Kolta Andrást. Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, aktuális dolgokról fogunk beszélni, és rögtön kezdjük talán a legaktuálisabbal méghozzá azzal, hogy ugye ma fog a parlament szavazni arról, hogy megszűnjön-e a veszélyhelyzet, tehát valószínűleg a következő napokban ez meg is fog történni. Ha visszatekintünk ugye az elmúlt időszakra, ugye ez már több hónap, akkor mi a tanulság igazából az Egyetem számára ennek a veszélyhelyzeti időszaknak? Hát március közepén gyakorlatilag egyik napról a másikra kellett átállnunk egy, egy egészen eltérő működési rendre, olyanra, ami, ami hát alapvetően idegen az Egyetem megszokott életétől, távolléti oktatás online eszközök segítségével, illetve home office otthoni munkavégzés a, dolgozók számára. Én azt gondolom, hogy, a, hogy az egyetem egészen magas színvonalon oldotta meg ezt a nem könnyű feladatot. Azok, akiknek a, ugye a dolguk volt az átállásnak az elősegítése alapvetően a szabályozási terület rektori hivatal, illetve az informatika egyenesen heroikus munkát végeztek, ami kitartott végig a veszélyhelyzet ideje alatt, hiszen folyamatosan le kellett reagálni a kisebb-nagyobb változásokon. Az oktatásból megmentettünk, amit meg lehetett én bízom abban, hogy olyan hozadékai is lesznek ennek az időnek, ami, amit majd a jövőben fogunk tudni hasznosítani. Ugye a távoktatás az még elvileg tart, illetve hát ugye ezt a fél évet, évet így fogja ugye zárni az egyetem. A home office viszont megszűnt, Esetleg az utóbbi kapcsán van-e valami elképzelés, hogy a jövőben ezt, ezeket a tapasztalatokat használják majd? Nyilván minden, minden olyan munkaszervezési újításra, innovációra nyitottnak kell lennünk, ami az egyetem teljesítményét növeli. Én most jelen pillanatban azt látom a munkatársakon, hogy nagyon örülnek annak, hogy, hogy végre együtt lehetnek, együtt dolgozhatnak egészen más a. A, az atmoszférája egy, egy személyes beszélgetésnek, mint egy online videokonferenciának. Úgyhogy nyilván a, a gondolattal kacélkodunk, hogy mi az, amit ebből át lehet menteni egy, egy járvány utáni időszakra is, de alapvetően az egyetem egy, egy konzervatív, hagyományos intézmény, eh, ahol az épületben zajlik a munkavégzés. Illetve hát az egyetemi oktatók, kutatók eddig is olyan Szabadságot élveztek, ami alapján lényegében az ő szellemi tevékenységük az földrajzi helyhez kötöttség nélkül is végezhető, ebben értelemszerűen semmiféle változás nem, nem szabad előirányozni. Ugye a tanév vége általában a vizsgákról, diplomaosztókról, tisztavatásokról szól, ezek ugyanúgy meg lesznek tartva idén is, vagy valami változás azért itt lesz? A Rendészeti tisztavatás az a, az a hagyományos keretek között. Június 27-én tervek szerint meg lesz tartva, amennyiben ennek ugye a jogszabályi keretei adottak lesznek. Augusztus 20- reménykedünk, hogy a honvédelmi tisztek avatása is, is meg tud történni majd. A diplomaosztók, oklevél egy kicsit eltérő mederben fognak majd zajlani, ünnepélyes kereteket megőrizzük, de hát nyilván a, 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 a létszám keretekre ügyelve egy időben elnyújtott, körülbelül egész napos és kicsit, kicsit unikális oklevél átadót tervezünk Itt az egyes hozzátartozók megjelenhetnek, vagy esetleg ez most... Sajnos az hozzátartozók a szülőket nem fogjuk tudni fogadni, a tisztavatás az más eset, ott, ott korlátozott számban a, a szülők is megjelenhetnek majd, e, oklevél átadó az ilyen értelemben a, a, az egyetemben, bensőséges ünnepe marad. Ugye, ahogy említette, ugye a veszélyhelyzet idén is zajlott a munka, és két fontos program előkészítése is ment, az egyik ugye a Nemzetek Európája karrierprogram, másik a Diplomáciai Akadémia diplomata képző programnak az előkészítése. Ugye szeptembertől indulnak ezek a tervek szerint, az egyikre azt tudjuk már, hogy elég nagy volt ugye a túljelentkezés, a karrierprogrammal hatszoros túljelentkezés uh -huh. volt, ez azt jelenti, hogy ez úgy tűnik, hogy sikeres, uh -huh. ha jól értelmezem. Én nagyon boldog vagyok, hogy a, a munka, a szervező munka semmilyen értemben nem állt le, nem is lassult le ebben az időszakban. Ezt teszi lehető, hogy ezt a két kiemelt programot az eredetileg tervezett időben, szeptemberben el, el tudjuk indítani. Nagyon komoly összedolgozás, csoport, cso csapat munkát igényelt a két programnak az összerakása, hogy a Diplomáciai Akadémiában a Külgazdasági és Külügyminisztérium a kiemelt partnerünk, a Nemzetek Európája Karrier Program, ami a Európai Uniós tisztviselői létre készít fel, ott pedig több minisztérium is az igazságügyi minisztérium vezetésével. Valóban több mint 180-an jelentkeztek, a Diplomácia Akadémiára pedig 540-en jelentkeztek, tehát még nagyobb arányú a, a túljelentkezés, és hát ma éppen a felvételi eljárások zajlanak, úgyhogy hamarosan meg is lesz az induló csapathallgatói kör. Az igazságügyi miniszter lassan úgy jár ide, mint haza járna. Ugye Varga Judit itt volt a napokban is. Miről beszéltek? Hát nagyon jól érzi magát nálunk, meg már arról beszélünk, hogy ősszel, hogyha reményeink szerint visszaáll a, a, a rendes kerékvágása az életünknek, akkor hogyan, hogyan tud az egyetem életében a miniszter miniszterasszony megjelenni. Ugye, ők különös figyelemmel kísérik a, a Nemzetek Európája programot a, a vonatkozó a kormányzati döntés értelmében a, a kormányzat részéről ők a, a feladatnak a felelősei. Hát ez egy nagyon szoros együttműködést irányoz elő, ami, ami kellően produktív és, és szerencsére jó hangulatban is telik. És ha már itt tartunk, akkor az is érdekes kérdés lehet, hogy az egyetem fenntartójával ebben az időszakban milyen volt a kapcsolat, hogy a miniszterelnökségről beszélünk, ők hogyan tudtak ebben a helyzetben támogatólag segíteni. Ez látható, aki a híreket követte, hogy a miniszterelnökségre extra teher és súly hárult, nyilván más minisztériumokra is, de a miniszterelnökség ebben azt hiszem, hogy, hogy élen járt. Nyilván, nyilván a fenntartói Együttműködés az ebben az időszakban is megvalósult, tanácsadó testületi ülések online-elektronikus szavazások útján megtörténtek, illetve volt egy folyamatos egyeztetés a, a fenntartóval. Zöggenőmentesen alakult, ahogy eddig is, ugye a járvány ideje alatt is ez az együttműködés. Hogyan változik majd a, az oktatás rendszer? Ugye itt ö, beszélünk kreatív tanulás programról, hogy ez kidolgozás alatt van. Mi ennek a lényeg, és hogyan lehet ezt tényleg bevezetni majd a mindennapokban? A kreatív tanulás programot még tavaly indítottuk el, tehát a járványtól ez teljesen függetlenül indult, de azt hiszem, hogy most már kicsit összekapcsolódik a sorsa, a járvány. Talán ügy. erősíti ennek a jelentőségét a járvány. Így van, a, meg hát egy csomó tapasztalatot a felszínre hozott ez a mögöttünk hagyott három hónap. Alapvetően nyilván több kérdés köré csoportosul az, hogy hogyan képzeljük el a jövő egyetemét, a magát az oktatás, a frontális oktatás helyett sok esetben ugye kiválthatónak gondoljuk a hagyományos módszert online eszközökkel, az így felszabaduló időt a személyes fejlesztésre, a kis csoportos képzésekre szeretnénk inkább fordítani, ugye a tananyag fogalma, a tananyag miben léte vált bizonytalanná egy ilyen, egy ilyen helyzetben, ahol könyvtárba nem járhattak a hallgatók. És egy sor más nyitott kérdés van. Egy dolog biztos, amit tavaly is már gondoltunk, hogy a, a, az a hagyományos egyetemi világ, ami lényegében a középkor óta változatlan tannal közelít a hallgatóhoz, ez egyre kevésbé működőképes és hatékony a mai világban. Ezen lehet siránkozni, lehet ezt valamilyen értékvesztés folyamattaként láttatni, de de megváltoztatni nem nagyon tudjuk ezt a folyamatot, tehát az egyetemnek rugalmasan ehhez adaptálódnia kell. Az ősszel egyes szakokon, mondjuk úgy, hogy pilot jelleggel, bár nem kifejezetten kedvelem ezt a szót, de nem tudunk rá jobbat magyarul, kísérleti jelleggel elindítunk bizonyos újításokat, blokkosított órák, online követhető előadások, Interaktív, digitális tananyagok és egyebek formájában, és, és megnézzük, hogy hogyan reagál erre a hallgatóság, mert természetesen az ő hozzájárulások ennek a kérdésnek. Mit sikeréhez fognak érezni kell. ebből? Hát azt gondolom, hogy meg fognak lepődni, mert ugye mindenki, aki ide jön, az vagy a középiskolából érkezik, vagy egy alapképzésről, tehát a hagyományos módszertanok kaloktatták őt, akárhol is történt ez, és, és ilyen szempontból ez változást jelent. A hallgatóság ugye érdekesen szokta ezeket lereagálni, mert egyrészt bennük van az újítás iránti igény, hogy miért nem lehet az okostelefonnal mindent megoldani, meg egyáltalán mi ez a dokszagú, ódivatú megközelítés, hogy kiáll egy... egy közepesen idős ember a katedrála, és akkor beszél. Másik oldalról, ha valami újítás van, ami az ő aktív hozzájárulásokat igényli, akkor az gyakran idéz elő egyfajta pánik helyzetet, mert a megszokott sémák szerinti előmenetel az, az megnyugtató sokak számára. Tehát ebben a, ebben a helyzetben, e között a Skulla és Karubdisz között kell valahogy ügyesen átevickélnie magát az egész egyetemnek, mert mert a, a, a változás az elkerülhetetlen, és ebben, ebben jobb az, az élre állni, mint, mint, mint futni az események után. Az elmúlt években az oktatás oktatásképzés és a tudományos élet fejlődése mellett folyamatosan fejlődött maga a kampus is. Ennek egyik állomása lehet most ugye a július elején a szárnyépület, Ludovika szárnyépület átadása. Ez mit jelent az egyetem Szárnyépületet életében? Szárnyépületet tegnap hivatalosan birtokba vettük. Július 7-ére tervezzük a, a nyilván szűkörű és szerényebb átadó ünnepséget. Fentartó miniszter Ujász Gergely elfogadta a felkérésünket, tehát ő fogja átadni az egyetemnek. Ez egy nagyon nagy pillanat az egyetem életében. Ugye a 30 évvel a, a Ludovika Akadémia főépülete után épült szárnyépület, ugyanúgy az eredeti épület komplexum része, az most egyetemi funkciót kap. Egy, egy komoly lépés ez a, a, szerintem szimbolikusan is, meg emocionális értelemben is, meg praktikus értelemben is, hiszen, hiszen az irodai kapacitásunk, meg a tantermek száma is bővülni fog. A Ménesi úti kampuszt ezzel párhuzamosan a nyár folyamán elhagyjuk. Teljesen. Átadjuk a Corvinus Egyetem számára teljesen. Az ottani munkatársak átköltöznek ide a szárnyépületbe, mások is fogják a szárnyépületet használni, közösségi tér, sport funkció és, ahogy mondtam, tantermek, irodák fognak helyet kapni benne, nagyon szép, remélem, hogy az egyetemi közösség mielőbb be tudja majd járni. Kampusz további fejlesztésről van-e valami konkrétum? Ugye itt azért évek alatt mindig felvetődött, hogy a hadtudomány és honvéd tisztképzőkar kampuszra költöztetése, illetve a Katasztrófa Védelmi Intézet. Ezekkel kapcsolatban mi a legújabb? Számos is? tervünk van, számos tervünk van. A, a hadtudományi és honvéd tisztképzőkar elhelyezése egy megoldandó kérdés. Kormányzati döntésre várunk, hogy ez itt, vagy a, vagy a Hungária körül Tizrinyi laktanya területén valósuljon meg, de egy komoly beruházás mindenképp szükséges. Tehát, szükség tehát ha maradnak, akkor mondani. ott is egy fejlesztés lesz. Ennélkül nem uh, tud átlépni akar a, a a modern magyar honvédség hmm. korába, tehát ez egyértelmű nem is csak a helyszűke miatt, hanem az elhelyezés színvonala miatt. Bizonyos elemeket mindenképp szeretnénk már szeptembertől behozni a, a Ludovika kampuszra, hmm egy-egy tanfolyamot, egy-egy oktatási egységet, mert az egy tartatatlan állapot, hogy a Ludovika Akadémia egykor épületében ne legyenek katonák, leszámítva az egyszem tudományos rektorájátesünket. Úgyhogy ezt mindenképp szeretnénk megoldani. És vannak még kisebb, persze önmagában is elég nagy feladataink, a katasztrófavédelmi Központnak a felépítése, amiről már a kormánydöntés van évekkel ezelőtt szeretnénk idén neki kezdeni. Ott van a vívóterem, korábbi nevén Bárka Színház felújítása, és még kisebb-nagyobb elképzelések. Hallgatói központot szeretnénk a tóparti épület földszintjén, és így tovább a beruházások és a kampusz fejlesztés reményeink szerint nem áll meg. Mennyi ideje volt veszélyhelyzet idején a saját szakmájának gyakorlására? Ugye azt láthattuk, hogy azért jelentek meg publikációk különböző helyeken. Legutóbb például a rémhír terjesztés kapcsán, ugye itt történt egy törvényi szabályozás, mi a tanulság ennek, mennyire vált ez be? Hát a tudományos karrierem az némileg megfenek lett, de ez végül is csak az én egyéni problémám. Nyilván ebben a helyzetben ez, ez abszolút másod, vagy inkább harmadlagos kérdés rövid reagálásokat a közélet aktuális és az én területemhez illeszkedő kérdéseire nyilván lehet, lehet tenni. A rémhír terjesztés egy olyan obskurus téma a szólás szabadsága foglalkozó jogászok számára, amivel egyébként nem nagyon foglalkozott senki, mert nem nagyon volt bíró gyakorlata korábban. Hát ez most mondjuk úgy, hogy mozgásba lendült ez a terület. Éppen tegnap olvastam az aktuális statisztikákat, nagyon kevés ügy került bíróság elé. Azt hiszem az... egy ítélet született, jól olvastam? Egy ítélet született, de az is első fokú, tehát az sem nyilvános, úgyhogy majd nyilván még hónapokat kell várni, amíg érdemben mm. hozzáférhető kutatási anyag áll rendekedése. Az biztosan állítható, hogy a, amit márciusban megfogalmaztak a... Törvényről, ugye, a, 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 aki nem követte az iránnak egy mondatban, hogy a lényeg az, hogy a rémhírterjesztésnek egy speciális tényállását fogadta el a parlament, ami kifejezetten egy különleges jogrend idején a, a, a fellépő veszélye szembeni fellépést akadályozó hamis uh, tényállításokkal szemben tesz uh, lehetővé uh, fellépést. Um, ezt nyilván úgy interpretálta akkor az ellenzéki sajtó, hogy uh, hogy ez az újságírók elnémítására van ez a törvény, hát erről szó sem volt az elmúlt most már két és fél hónapban, amióta hatályba lépett, az nyilván előfordulhat, hogy valakit egy meggondolatlan blogbejegyzés vagy, vagy online komment nyomán a rendőrség meghallgat, ilyen esetekről van tudomásunk, tehát itt a nyomozóhatóságoknak kiemelt a, kiemelt a felelőssége abban, hogy, hogy hogyan értelmezik a jogszabályt. Hát, érdemes hogy megfelelő érzékenységgel álljanak hozzá? Érdemes egyetem becsöngetni egy állampolgárhoz, aki kiírt valamit <laughs> a Facebookra, vagy ez, ez annyira más eset, hogy, 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 hogy föl sem merül, hogy mint követne el. Azért azt tudni kell, hogy minden új jogintézmény, jogszabálynak idő kell, amíg a jogalkalmazók, jelen esetben a rendőrség, ügyészség, bíróság begyakorolják, és megállapítják a pontos tartalmát, illetve a körvonalait. Hát itt mindent rapid sebessége kellett csinálni e tekintetben is. Ez egy felfokozott izgalmi állapot volt e vonatkozásban is Magyarországon, tehát nem csoda, hogy, hogy éles kritikák, meg, meg szélsőséges vélemények kísérték ennek mind a bevezetését, mind a gyakorlatát. Szerintem, ahogy a járványügyi veszélyhez elmúlik, meg talán a járvány is magunk mögött tudható lesz előbb-utóbb, úgy ez, a, ez, az izgalom is lecsillapodik, és aztán jön a jogszabály normál, hogy mondjam, életszakasza, ahol, ahol normális körülmények közötti érvényesülést is meg tudjuk majd nézni. Rektor, köszönjük szépen, és további jó munkát kívánunk. Nagyon köszönöm. Kedves nézőink, ez volt a Ludovika TV Célkeresztben című műsora. Nézzenek minket legközelebb is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!